Köszöntök mindenkit, sziasztok! Örülök, hogy most is velem tartottok. Mint ahogy előző videóban említettem, a mai nap elkezdjük megismerni a pentagram regeneráció elméletét. Ma nem kellett megijedni, lépésről lépésre haladunk majd, és mindig csak egy szeletét veszünk korcső alá. Ez egy nagyon izgalmas témakör, mert ennek megismerése segítségével képesek leszünk önmagunk feltérképezésére és a pillanatnyi állapotunk felismerésével, ki fogjuk majd tudni választani a leghatékonyabb kezelési módokat egyensúlyunk visszaszerzésére. Először engedjetek meg Nikola Teslától egy idézetet, amely a következőképpen szól. Attól a naptól kezdve, hogy a tudomány vizsgálni kezdi a nem fizikális jelenségeket, egy évtized alatt nagyobb előrehaladást tehet, mint létezésének addig időszaka alatt. A pentagram regeneráció alapja a bioinformációs terápia és az egyénhez való holisztikus hozzáállás, amely az egész egyéniségre irányul, úgy mint szellemi, érzelmi, lelki és fizikai szempontból. És amely figyelembe veszi, hogy a test és az értelem egymással kölcsönös kapcsolatban van. Az energy termékeiben található növényi anyagok és bioinformációk segítségével többszörösére felgyorsul a toxikus anyagok kiválasztódása a szervezetből. A bioinformációs készítmények egyidejűleg két szinten hatnak az emberi szervezetre. A gyógynövények hatóanyagai közvetlenül befolyásolják az egyes szerveket, az információs összetevők pedig a biorezonancia révén az agykéreg alatti irányító központokra hatnak. Ezáltal harmonizálható az emberi szervezet az energetikai rendszerében, a készítmények megfelelnek az öt természetes alapelem, a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz energiáinak, amelyek együttes hatása a hagyományos kínai orvoslás szerint az egészség kulcsát jelenti. A régi kínai bölcsessége arra tanít minket, hogyan fedezhetjük fel és hozhatjuk helyre a szervezetünk megbillent egyensúlyát. Ebben segít az öt elemről szóló elmélet. Az emberi test is az öt elem és a polaritás elvének törvényszerűségeit követi. Ennek megfelelően belső szerveink és érzékelésünk is hozzárendelhetők az öt elemhez, valamint a yin és a yang rendszerhez. A betegségek és a testi panaszok a régi kínaiak számára elsősorban annak a kifejeződése volt, hogy ezeknek az erőknek az egyensúlya megbillent. Ilyenkor a cél az, hogy az energetikai egyensúly újra harmóniába kerüljön. Mondhatni ez a fő cél. Ha az egyensúly kialakul, természetesen a problémák is megszűnnek, vagy megszűnhetnek. Alaptermékeink a regalen, a fajlem, korolen az a tűzelem, ginex a földelem, virunál a fémelem, és a renol a vízelemnek felel meg. A készítmények rendszere lefedi mind a 14 meghatározott akupunktúrás pontokkal rendelkező energiavezetékeket, úgynevezett meridiánt, amelyen keresztül támogathatjuk a méregtelenítés és a regeneráció folyamatát, elősegíthetjük a szervezet működésének harmonizálását. Ezekről bővebben olvashatsz a Pentagram Regeneráció című kiadványunkból, amelyet a regisztrációkor megkapsz, íme ez így néz ki. A regisztráció díja mindössze 1500 forint nem jár kötelezettséggel, és ebben az összegben benne van a havi színvonalas kiadványunk kipostázása is, ez éppen a jelenlegi az e-havi kiadványunk. Ez ügyben keres nyugodtan. Már ennyi, folytatása következik majd, ha kérdésed van, vagy felkeltettem érdeklődésedet, keresd nyugodtan a videó alján található elérhetőségeket, esetleg csatlakozz a Facebook csoportunkhoz. Minden jót kívánok, a viszontlátásra, sziasztok!